Továbbra is közlekedési gondokat okoznak Észak-Európában a havazások és a heves felhőszakadások. Dánia szó szerint jeges napokat él meg, az utakat nem tudják eléggé sózni. A dán rendőrség felszólította az embereket, hogy a Jütland félszigeten csak nagyon indokolt esetben üljenek autóba. A megáradt folyók miatt Angliában többfelé is megszakadt a vonat közlekedés. Glasterben sokan kénytelenek voltak kiüríteni házaikat, mert a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a vízszint a következő napokban tovább emelkedhet. Németországba francia segélymunkások is érkeztek segíteni az árvízsújtott a területekre, ahol attól tartanak, hogy a rengeteg víz miatt a gátak összeomlanak. Mivel Franciaországban erős lehűlés kezdődött, az északi ország részben található Pas-de-Calais megyében, amelyet mostanában heves áradások sújtottak, ezúttal komoly fagykároktól tartanak az ingatlanok tulajdonosai.